Betegségem az 2015 nyarán kezdődött, fül alatti nyirokcsomó duzzanattal. A házi orvosom elküldött egy biopsziára, amit helyi kórházban megcsináltak. Igazából nem volt túl félelemkeltő, tehát ott az orvos azt mondta, hogy a biztonság kedvéért még egy biopsziát csináljanak meg. Följöttem, ő fölküldött a SOTÉ-ra. A SOTÉ-n csináltak két biopsziát kb. Fél év alatt. Az nem mutatott ki semmi olyan extrém dolgot, hogy azonnal teendő lesz vele. Meg is nyugtattak, hogy nekem ezzel nem kell foglalkozni. És 2016 őszén, én kint éltem Németországban 13-tól, akkor a mandulám dagadt meg elég rendesen, és elmentem ott a helyi fülorgégészetre, ahol megállapították, hogy tüszös mandulagyulladásom van. Írtak antibiotikumot, amit szedtem ugye 7 vagy 8 napig, ezek után visszamentem, hogy nincs változás. Viszont egyre jobban dagadt, elnyomta a nyelvcsapomat is, tehát ilyen enyhe fulladási tüneteim is időnként előjöttek. Az akkori orvos, aki fogadott, az szintén azt mondta, hogy tökéletes volt a kollega diagnózisa, viszont a gyógyszer nem. Tehát adott egy másik antibiotikumot. Szintén szedtem, ami már kikészítette a gyomromat, és akkor úgy gondoltam, hogy oké, akkor ez itt nem az én világom, akkor hazamegyek, és akkor Magyarországon keresek egy olyan orvost, akivel talán jobban tudok kommunikálni, vagy ez így is történt, eljöttem haza. Mindenféle képalkotó vizsgálataim voltak, gyakorlatilag egy évig jártam a klinikára, és nem találták az okát a betegségemnek érdekes módon. És ez volt gyakorlatilag 2018 tavasza, amikor is én mehettem volna, lett egy olyan lehetőségem, hogy elmehettem volna Tibetbe egy ilyen önkéntes munkára, tibeti gyerekeknek iskolát építeni. Mondom, most akkor mit csinálják? Elmerjek menni? Nem merjek elmenni? Kikerestem a dános doktornak a telefonszámát, ő egy nagyon szimpatikus orvos volt, már ott közben is időnként összefutottunk, és empatikus hozzáállása miatt én őt gondoltam megkeresni, hogy ő mit tenne az én helyembe. És ő azt mondta, hogy hát ő sem merne, tehát inkább még egy-két vizsgálatot el kéne végezni, és a vastagfüst biopszia másnapra megmondta, hogy mi a problémám. Egy laphám rák, egy mandula rák, ami HPV-ből alakult ki. Műteni nem lehetett az én betegségemet, tehát annyira közel volt a karotiszhoz maga a daganat, ami egy 5 centis volt, hogy azt mondták, hogy ha megműtenek, tehát az 50%, hogy ott maradok a műtőasztalon, tehát az inkább csak a sugár és a kemó. Megkezdődtek a kezelések. Tehát kaptam 35 sugárterápiát, 3 kemót, úgyhogy 2 hétig én azt mondtam, hogy hát ez igazából nem egy olyan nagy dolog. Aztán 2 hét után jöttek a tünetek, elkezdtem fogyni, elkezdett fájni a nyakam kívül belül, tehát a nyelési nehézségek azok úgy hatványozódtak. 3. hét után is kellett állítani a sugárkezelést, mert olyan fájdalmaim voltak, hogy tehát ezt nem igazán lehetett bírni. Hozzáteszem, hogy fájdalomcsillapítót nem szedtem, pedig azt nagyon mondta az onkológus, hogy szedjek, de gyógyszerellenes létemre, én azt mondtam, hogy majd én ezt kibírom. Végül is ki is bírtam, tehát nem is szedtem fájdalomcsillapítót. A fájdalom abban nyilvánult meg, hogy kívülről szinte gyakorlatilag a hámréteg eltűnt, és enyhén látszott a hús, tehát ezt ebben nem is tudom elmondani. Belül pedig annyira fölmarta a nyálkahártyámat, hogy gyakorlatilag már ételt, italt fogyasztani nem tudtam. Tehát ilyen szinten. Ekkor jött a kérdés az onkológustól, hogy akkor hogyan táplálkozom. Hát mondom, még táplálkozom. Hozzáteszem, 118 kilóval kezdtem magát a kemoterápiát és sugárterápiát, és durván 2 hét alatt sikerült 22 kilót leadnom, úgyhogy tehát én gyakorlatilag táplálékot nem fogyasztottam. Tehát zéró. És azt én jól is titkoltam, senki nem is tudta, csak ugye én magam, hogy
hogy ez nem megy, és hát két hét után ezért kiszúrta az orvos, Dános doktor, hogy orszonda nem ártana. Hát én azt mondtam, hogy ha orszondát tesznek be nekem, akkor én beteg ember vagyok. Tehát ez nekem egy ilyen, nem tudom, lelkileg volt egy olyan, eddig én végig nem volt még betegségtudatom se. Tehát én úgy el voltam magamban. Viszont hát csak kellett az orszonda, mert azért az eredményeim is annyira rosszak voltak már, hogy kellett, és ő ügyesen behelyezte ezt az orszondát. Folytak tovább a sugárterápiák, és sikeresen megnyertem egy nyelőcsőgyulladást is, mindez mellé, ami ez egy nagyon brutális volt, tehát gyakorlatilag egy ilyen zselé csomó volt, ami kitöltötte a nyelőcsövemet, amivel nagyon nem tudtak mit kezdeni. Az orszondán keresztül ment a táplálkozás, azzal nem is volt a baj, de mondjuk például a saját nyálamat nem tudtam lenyelni. És folyamatosan volt egy csészém, abba köptem vissza a nyálamat. Tehát ez nagyon-nagyon sokáig, ez így ment, szerintem egy hónapig körülbelül. A sugárkezelés az 35 kezelés volt, naponta jártam föl, ugye egy hetet kihagytam, azért másfél hónap volt durván a sugár. Tehát az is elég kemény volt az elején, ugye készítettek egy műanyag maszkot az emberre, ami 100%-osan rá feszítettek az ember arcára, ez egy fix műanyag, olyan volt, mint a vívóknak. Az első pillanatban ugye az tökéletesen passzolt, tehát olyannyira, hogy a szempillámat, a szememet nem tudtam kinyitni annyira, és két hét után gyakorlatilag tartani kellett a fejemet, hogy ott maradjon azon a helyen, ugye, ahol sugaraztak. Hát ezek nem voltak fájdalmasak, maga a kezelések nem voltak fájdalmasak, a mellékhatások voltak azok, amik kemények voltak. Az orszonda az elméletileg 4 vagy 5 hétig lehetett volna, hát én tovább húztam, mert képtelen voltam táplálkozni. Tehát így a nyelőcsőgyulladással egybekötve mindig húztam. Dános doktor mondta, hogy már illő lenne kivenni, illő lenne. Hát én még mindig húztam egy picikét, és akkor próbáltam mellette táplálkozni. Nagyon-nagyon nehéz volt, tehát fizikai képtelenség volt. Utána az egyetlen egy gyógyszer volt, amit bevettem, fájdalomcsillapító, egy vízbe feloldható fájdalomcsillapító volt, amit a kajálás előtt egy órával megittam, és akkor az valamennyire tompított, de egyébként ilyen hatalmas fájdalom volt, hogy egy pici falatot megrágva próbáltam letuszkolni a torkomon. Tehát inkább igyekeztem ilyen levesféléket, vajas tea, húsleves, ezeket próbáltam legelőször, és ezek még úgy kellemesen be is vonták a nyálkahártyámat, és olyan kellemesebb érzés volt. Gyakorlatilag berakás után megtanítottak, hogy egy elég nagy fecskendővel tudtam táplálékot bejuttatni, aminek elég kellemetlen illata, tehát ízét nem is nagyon éreztem, de olyan tényleg olyan gyógyszeres jellegű volt, és nagyon szerettem. Úgyhogy én itt is egy kicsit ilyen renitens voltam, mert édesanyám talán még a rántotút is képes volt leturmixolni és leszűrni. Tehát én mindennel próbálkoztam, minden olyan kaját, amit tudtam, hogy kell, hogy te ne fogyjak tovább. Tehát én mindenféle kaját lepépesítettem, leszűrtünk, hígítottunk, és akkor én azt toltam be. Gyakorlatilag a fülem mögé volt betéve egy kanülrész, vagy nem is tudom, igen, egy ilyen rész, és akkor az ember azt mindig levette, éjszakára is oda volt kötve az emberre. Azt levettem, beletoltam a kaját, a kajamennyiséget, amit gondoltam, hogy kell, és akkor utána langyos vízzel, még két ilyen pecskendőnyi langyos vizet utána toltam, hogy ez ne baktériumtenyészet ne legyen benne gyakorlatilag. Úgyhogy nagyon fontos szerintem, hogy rengeteg citrusfélét fogyasztottam így orszondán keresztül, tehát narancsok, kivik, grapefruit, mindenféle ilyen terméket. Az orszonda gyakorlatilag annyira akadályozott, hogy az elején nem nagyon tudtam fekve aludni. Volt, amikor kijebb csúszott az orszonda, akkor az muszáj volt annyira, tehát be volt jelölve, tehát voltam annyira praktikus, hogy egy kis szigetelő szalaggal én bejelöltem, mennyire kell állni az orromtól, hogy ne kelljen mindig ezért is Pestre elrohangászni, hogy úristen, most kijebb csúszott, bejebb csúszott. Egy idő után már az ott mozgolódott magának.
Fizikailag egyébként más hátulütője nem volt, tehát nem fáj. Inkább az embernek egy ilyen fura, ameddig nincs, és látja, hogy ott a kezelések, amikor ott van, hogy valakinek van. Úristen, azt gondolom, hogy ő biztos nagyon beteg. Tehát is ugyanolyan beteg volt, mint én, csak okosabb volt, mert ő már időben berakta az orrszondát, és használta. Hát én bennem volt akkor még egy kis ilyen ego, hogy én nem akarok úgy kinézni orrszondával, de kellett. Tehát a 22 kilós súlyvesztés az azt mondta, hogy most aztán kell. Amik ugye még voltak mellékhatások, azok az ízérzék elvesztése. Tehát az körülbelül egy fél év után kezdett visszatérni. De gyakorlatilag minden olyan, bármit tehettem, minden olyan volt, mintha fűrészport tettem volna. Tehát ez elég rettenetes érzés volt. Az izmaimnak nagy százalékát elveszítettem, gyakorlatilag menni alig tudtam. Tehát két hét után, amikor a sugárkezelésre jártunk fel, akkor apámat kértem meg, hogy hozzon föl, mert tehát annyira legyengültem, ami döbbenet volt számomra. És az ő segítségével tudtam bemenni a kezelőhelyiségekbe. Nyilván ugye a hányás, hány inger, ezek ugye szintén megvoltak. Az égésekre ajánlottak egy nagyon jó szőlőmakivonatos krémet, amit ugye megvettem, és gyakorlatilag így a bal oldalon, a nyakamnak, ahol kaptam a sugarat, az mások szerint, vagy laikusnak fel sem tűnik. Tehát igazából ez már együtt jár a 50 pluszos korral, ez a minimális ránc. Részt vehettem egy immunterápiás kezelésem, és ezért hetente egyszer kellett járnom kezelésre az Uzsoki utcai kórházba, amilyen egész napos történet volt, reggel vért vettek, utána volt 3-4 óra szabadidő, mire a vért kielemezték, ezután megkaptam a vagy hatóanyag, vagy pedig placebo terápiát. Nagy valószínűséggel szerencsém volt, mert az első kezelés után egy anafilaxiás sokkot kaptam, amire a kezelő orvosaim azt mondták, hogy hát akkor nagy valószínűséggel nem a placebo hatása volt. Azt nem kívánom senkinek, tehát ez egy rettenetes görcsös, vesegörcs, izomgörcs, de pillanatok alatt rendbe raktak, és gyakorlatilag ez a kezelés tartott nekem egy évig. Hát ez nagyon, nagyon sokáig tartott a felépülés. Szerintem egy ilyen fél év kellett az ízérzék visszajöveteléhez. Ugye maradtak olyan életem végig fennmaradó tünetek, például a pajzsmirigyem ugye kárát látta a sugárterápiának, annak szerintem az 50%-a oda lett, tehát naponta kell minden reggel bevennem egy hormontablettát. A nyaki feszülés az megmaradt, tehát ha mondjuk súlyzózom vagy bármi, akkor nagyon sokszor abba kell hagynom, mert a nyakam olyan szinten befeszül, hogy nem, tehát begörcsöl gyakorlatilag, bárhogy nyújtok, bármit csinálok, ezek megmaradtak. Éjszakai szájszárasság, tehát nagyon vigyáznom kell, hogy például milyen fogkrémet használok este, mindenmentes legyen lehetőleg. 6 óra után már igazából nem szerencsés kajálnom, mert hozzájárul, vagy ha mondjuk megiszok egy pohárka bort este, akkor szintén elég erős szájszárasságom van. Én rengeteget mantráztam otthon, gyógyító mantrákat, és ugye az alázat, elfogadás magával a betegséggel szemben is, és az orvosi tudással szembeni elfogadás is, és akár az elmúlással szembeni elfogadás is nagyon fontos volt. Tehát én nekem nem voltak olyan megnyilvánulásaim, mert egy-két beteg társamnál tapasztaltam, hogy miért pont ő, miért vele történt ez. Hát én ezt elfogadtam, hogy ez valamiért egy tanítás, meg kell tanulni belőle, hogy valami rosszat tett az ember, és akkor másképp kell élni. Tehát sok mindent változtattam az életembe. Tibetbe ugye nem jutottam el, de a betegség után megtaláltam a vipasszana meditációt, ez egy 10 napos elvonulás, tehát én azt szerint élem az életem, amit ott megtanultam, és nagyon nagy pozitív fordulatot vett az életem ezek után. Már nem költöztem vissza Németországba, itthon maradtam, és elmentem egy gyógymasszőr tanfolyamra. Az iskolában rátaláltam a páromra, tehát lett bőle egy nagy szerelem.
Két év után született egy gyönyörű kislányunk, tehát végül is minden happy. Én inkább azt vallom, hogy kényelmesebb, hogyha az ember ezt úgy magába teszi rendben, nem pedig barátok és az utcabeliek hozzák az okos dolgokat, hogy most mivel gyógyítsák, vagy mivel ne gyógyítsák, sajnálkozzanak, tehát nem. Mi ezt így hárman a szüleimmel túléltük, a kapcsolatunk jobbá vált velük is, tehát mélyebbé vált. Úgyhogy én azt mondom, hogy nekem ez egy olyan lecke volt, olyan tanítás volt, ami csak pozitív, ahogy én kijöttem ebből az egészből, csak pozitív. Tehát semmi olyan negatív dolog nem maradt. Nyilván az ember figyel magára, most már ugye nekem több mint 5 év eltelt a kezelések óta, most már csak évente kell járnom a doktor úrhoz konzultációra, vizsgálatra. A beteg társaimnak ugye annyit üzennék, hogy tett fel a fejjel, tehát túl lehet élni, és túl is kell élni, és csak pozitívan szabad, tehát nem szabad semmilyen negatív. Tehát mindenki a saját hitének megfelelően, teljesen mindegy, hogy milyen hite van, forduljon egy picit arra felé, forduljon befelé, és csak ez a fontos. Hát amikor vége volt a kezeléseknek, elég furán néztem ki saját magamhoz képest, tehát legalább egy ruhaszámot visszább kellett venni. A sportot, amikor már lehetett, akkor elkezdtem, de hát elég vicces volt, mert előtte mondjuk ilyen 130 kilóval mondjuk tudtam súlyzózni, fekvenyomni, és a 5-6 fekvőtámasz az remegő kézzel, tehát hihetetlenül leépül az ember, de hát nem adtam föl. Akkor elővettem a bringát, nekiálltam szépen lassan tekerni, ugye ott is apám jött velem 70 évesen, le a kalappal előtte, mert tényleg télen is folyamatosan ott volt, hogy ameddig nem érezték azt biztonsággal, hogy elmernek engedni, addig ő ott laholt mögöttem, és elég komoly túrákat csináltunk, a végén már a Mátrát körbe tekertük, hogy 90 kilométer, és tehát ez is, én erre is azt mondom, hogy egy tök pozitív dolog volt, hogy magammal tudtam őket is egy kicsit ragadni. Úgyhogy ők is jobban odafigyelnek a saját táplálkozásukra, odafigyelünk a gyerekeinkre, tehát a feleségemmel összesen van 4 nagy felnőtt gyerekünk, kamasz gyerekünk, egyetemisták, és ugye van a picike, a közös, aki 2 éves, most a tegnap volt 2 éves, hát nagyon, tehát az egészségükre, tehát belőlem kiindulva nagyon-nagyon odafigyelünk, tehát úgyhogy és másképp éljük az életünket. Szerencsére a párom is csatlakozott ugye ez a szemlélethez. Nekünk a természet, a sport, a szeretet, és ennyi.